Hát mindenkinek van most már smartphone-ja, amelyik tud reagálni a mi igényekre, vagy válaszolni a kérdéseinkre, és viccet is tud mondani. Nem tudom, hogy a Androidok tudnak-e, de iPhone-ok tudnak mondani viccet, mindent tudnak, sok mindent választ adnak. De ez nem jelenti, hogy ott van lélek. Ezért is mondják, mesterséges intelligencia, ember által összehozott valami, a algoritmusok, ami tudja, hát hogy mondjuk képezni magát, most már ilyen öntanuló gépek vannak, de ott nincsen lélek, mert mikor például, ott mit jelent a lélek, először beszéljük meg. A lélek, ez az érzelem. Például ki tud szeretni, ki szerelmes. És ez a szerelem, vagy ez a szeretet, ez egy érzelem, ez egy érzés. És ez léleknek a természete. Mikrocsippek, mivel nem rendelkeznek lélekkel, ők akár tudnak imitálni érzelmeket, mondani, hú, milyen rossz ember vagy, vagy jó ember vagy, ezt tudnak imitálni, de közben belül senki nem érez semmi, mert nincsen senki, csak ott van egy nem semmi. Szóval valami van, de valaki nincs. Értitek? Anyag, ami csak programozott, és ő csak reagál, ami be van, ami ember megtanított, ember beprogramozta, aki lélek, de a gépben nincs lélek.